Egy pillanat, csak egy kis technikai zsonglőrködés megy még. Jó. Hát üdvözlök mindenkit. Füle Viktor vagyok. Más néven Vic Flames. És a Mocsár Trilógia című könyvemről fogunk egy kicsit beszélni, ami a Little Fox kiadó gondozásában jelent meg szeptemberben. Sokat gondolkoztam, hogy milyen részt válasszak ki a könyvben, mert annyira sok síkon fut a történet. Aztán rájöttem, hogy mindjárt itt van a Halloween. És van ebben a könyvben egy olyan kisebb szál, ami egy misztikusabb vonal, egy bizonyos Gertrude-ról szól. És Gertrude igazából egy létező személy, de egyelőre még titok maradt, hogy kiről lett ő mintázva. Viszont valószínűleg holnap, mert mára nem tudtam a találkozót leszervezni, holnap fogok tudni vele találkozni, és majd egy videón, vagy egy élő bejelentkezésen be fogom nektek mutatni Gertrude-ot, aki szerepel a könyvben is, mint ahogy mindjárt hallani fogjátok. Majd a Vic Flames oldalon tudjátok a Facebookon követni. Úgyhogy mivel hamarosan jön a Halloween, és mi nagyon szeretjük a feleségemmel ezt az ünnepet, mert itt a környéken, itt a tó körül, ahol mi lakunk, itt ebben a közösségben nagyon sok gyerekes család van, és ilyenkor este szépen beöltöznek a gyerekek, és körbe mennek itt a házak között, és ilyenkor mi várjuk őket nagy szeretettel a kapuban, mindenféle tokival, meg cukorkával. Ez most idén vasárnap lesz megrendezve délután, majd megpróbálok ott is egy élő videót indítani, mert tényleg nagyon jó pofák a kölkök. Úgyhogy most egy ilyen kicsit ilyen halloween-es videóra fog ez most sikerülni. Úgyhogy engedjétek meg, hogy egy rövid fejezetet felolvassak a könyvből, ami erről a bizonyos Gertrude-ról szól. Több mint 20 évvel ezelőtt a 6 éves Troy a szobájában ült az ágyon. Este 9 óra volt, és már aludnia kellett volna. Legalábbis anyja Catherine szerint. A kisfiú inkább felkapcsolta az összes lámpát a szobájában, rettegett az éjszakától. Pár nappal előtte arra riadt, hogy egy fekete csuklyás alak áll az ágya mellett, és suttog neki. Elkaplak, te kis szaros, egyszer úgy is elkaplak. Tudni vélte, hogy ez a valami a szekrényéből bújik elő éjszakánként, álmában is megjelent azóta minden éjszaka. Anyja jött be, és kezdte szokásos mondókáját arról, hogy az ilyen kisfiúk már rég alszanak ilyenkor, meg tessék leoltani a lámpát, bla bla bla. Aztán észrevette, hogy a fia csak ül tovább az ágyon, és meretten bámulja a szekrény ajtót. Mi a baj, kincsem? Az a valami biztos ma is kijön a szekrényből, nyávogta a fiúcska. Hidd el nekem, hogy az csak álom volt. Van olyan, hogy az ember rosszat álmodik, és amikor hirtelen felriad, még látni véli és valósnak érzi az álmát. Nem, ez igazi volt. Gyere csak, mondta Catherine, és kézen fogta a vonakodó fiút. A szekrényhez mentek. Troy reszketett. Az anyja kinyitotta az ajtót, és megmutatta, hogy semmilyen szörnyeteg nem lakik oda bent. Még a kabátokat is félrehúzta. Kisfiam, gondolod, hogy egész nap itt áll bent az a szörny, ilyen kicsi helyen? Egy óra múlva úgy elgémberedne a lába, hogy nem bírná tovább. Még leülni sem tud, olyan pici ez a hely. A klaustrofóbiáról nem is beszélve. Klaustrofólia? Kérdezett vissza ámuldozó arccal a fiú. Klaustrofóbia, tagolta nevetve az anyukája. Az olyan érzés, amikor valaki nagyon nem szereti, ha szűk helyen van.
Olyan szerintem nekem nincsen. Azt mondtad, hogy hónapokat voltam a pocakodban, az pedig innen nézve elég szűk hely lehetett. Na nyomás vissza az ágyba, mondta neki Catherine, de közben már hangosan nevetett. Leoltotta a nagylámpát és betakargatta a fiúcskát. Mi van, ha nem ott lakik? Vagy nappal nincs itthon, mert máshol van dolga? Hidd el nekem, hogy nem létezik. Tudod mit? Ha nevet adsz valami ismeretlennek, akkor már is nem olyan félelmetes. Amikor féltél a szomszéd kutyától, mikor megtudtad, hogy Buksinak hívják, úgy megtetszett a neve, hogy össze is barátkoztál vele. Akkor nevezzük el szörnyetegnek. Az nem jó, az olyan, mint amikor még Buksikát kutyának hívtad. Troy erősen gondolkodó arcát látva anyja segítségére sietett. Szereted a Halloween-t? Csoki! Villant fel Troy tekintete. Az én kiskoromban anyukám, a nagyi? Igen, a nagyi, mindig feldíszítette a házat. Volt egy fekete rongyokból készített szellem, amit az ajtó fölé függesztett ki. Gertrude-nak nevezte el. Miért pont úgy? Nem is tudom, gondolkodott el az asszony. Ez egy külföldi női név, és szerintem azért, mert benne van a rude szó, ami azt jelenti goromba, durva, udvariatlan. Jó, akkor legyen Gertrude, döntött tudálékos tekintettel Troy. De még mindig félek tőle. Égbe hagyom a kislámpát, itt leszünk a másik szobában. Ha megint jönne, csak kiálts egyet, és megmentünk apával. Rendben, suttogta a kisfiú félő szemmel. Catherine homlokon puszilta, majd kiment, résnyiről nyitva hagyta az ajtót. Aznap éjjel, bármennyire is nehezen aludt el a fiú, Gertrude nem jött el, azután másnap sem. Majd meg is feledkezett róla a fiú, egészen mostanáig. 20 évet váratott magára. Troyban olyan élénken villant fel egy másodperc alatt a régi történet, hogy maga sem értette. Annyira régen eltemette már magában Gertrude-ot, most mégis hogy kerülne ide? Márpedig nem lehet más. Ahogy felnézett, a földről a fatövében, ahová repült, egy alakot pillantott meg. Arcot nem látott, csak a fekete csukját, ami rongyokba folytatódott. Na, hát van egy ilyen kicsit misztikus, rémisztő vonala is a sztorinak. Mondom, majd talán holnap fényderítek arra, és bemutatom nektek Gertrude-ot a maga valójában. Ezben azon gondolkoztam még, hogyha már itt bejelentkeztem hozzátok. Bocsánat, ha közben mindenféle hangokat hallotok, akkor éppen a macska valamit szétpakol hátul, miközben a kutya meg a mellettem lévő másik kanapén fekszik, úgyhogy ezek itt hatalmas csatározásokat tudnak vívni. Most látom, egy tollat szerzett meg magának a macska. Nagyon jó. Szóval mostanában, ahogy megyek bárhová, akkor sokan kérdezik meg, e-maileket is kapok különböző kérdésekről, amik így a könyv megírásával kapcsolatosak. Ezekből szeretnék itt párat így gyorsan megválaszolni nektek. Az első az volt, hogy miért a mocsár, hogy miért egy mocsárba helyeztem el a történet alapjait. Hát ennek több oka is van. Először is ugye, mint tudjátok, én country zenével foglalkozom, ami ugye az Egyesült Államoknak inkább a déli részein honos. És ja, biztos láttatok már ilyen filmeket, ahogy a louisianai mocsárban az aligátorok közt a kis fa vityillóban ülnek a kantáros farmerben a fogatlan redneck fazonok és benjóznak. Ez a feeling, ez eléggé hozzá tartozik a country-nak egy vonalához, és magaménak éreztem, hogy akkor odarakjam ezt a cselekményt, konkrétan teljesen létező louisianai mocsárban játszódik az első része ennek a trilógiának. A másik rész, amiért a mocsárba helyeztem a cselekményt, mert pár éve volt egy ilyen kattanásom, hogy mindenféle túlélő eszközt beszerezzek, mert majd jön a zombi apokalipszis. Nyilván
jön, vagy nem jön, azt már mindenki eldönti, amikor itt van, vagy nincs itt. De mindenkinek van valami hobbija, én ilyen túlélő ötleteket szedtem össze, és gondoltam, hogy ha a történetben berakok egy valakit egyedül egy ilyen kietlen mocsárba, ahol tényleg mérföldekre, aztán egy darab település nincsenek semmi, akkor hogy tudná túlélni ezt a szituációt? Ez az első könyvnek a fő vonala, ahol egy fiatal srác belecsöppen egy ilyen helyzetbe, és akkor szépen ott a valós gyűjteményemből egy párat bele tudtam vinni ebbe a leírásban, hogy milyen túlélő eszközöket lehet használni egy ilyen szituációban. Ami lényeges, hogy teljesen valós helyszíneken játszódik végig a cselekmény. A mocsáron belül is, és úgy teljes egészében, tehát a trilógia, az kvázi egy ilyen utazás az Egyesült Államoknak több részén, és még Magyarországon is. Az alapkoncepcióm az volt, hogy a hitelesség kedvéért minden egyes kis hely az tényleg egy létező, térképen megkereshető hely. Úgy éreztem, hogy ha csak egy valaki, aki olvassa ezt a könyvet, és azt mondja, hogy na most akkor megnézzük, hogy ott abban a városban, abban az utcában tényleg van-e egy ilyen nevezetű étterem, vagy valami, akkor az, hogyha rámegy mondjuk a Google Maps-re, az tényleg meg fogja ott találni azt a helyszínt. Ezt nagyon fontosnak tartottam. Ugyanígy volt, nagyon az újságcikkekben, meg az interjúkban felkapták ezt, hogy én attól féltem, hogy majd a tech be fog kopogtatni, mert tudom én, véletlenül valaki figyeli az internetes kereséseimet. Nyilván azért nem rettegtem ettől, meg nem féltem, de megfordult ténylegesen a fejemben, ugyanis pont a hitelesség miatt, nem akarok nagyon spoilerezni, de van egy ilyen atombombás vonal a történetben, és ezért nagyon sokat nézegettem, hogy mi történne, ha egy bizonyos pontra ledobunk egy atombombát, mekkora a hatósugara van, akkor én hova rakom be a cselekményt, a főszereplőimet, hogy ha csak azt akarom, hogy a lökéshullám érje el őket, de ne égjenek porrá ott azonnal, és ezért volt annyi rákeresésem például az atombombákra. Ez idáig még nem keresett meg a tech vagy bármilyen szervezet ezzel, úgyhogy valószínűleg megúsztam ezt. De hogy itt is a hitelességre törekedtem. Másik kérdés az szokott lenni, hogy mennyi idő alatt írtam meg ezt a három regényt, ami ugye kiad egy teljes. Én amikor írok, akkor nem szoktam nagyon ezt elhúzni, akkor írás van, akkor írás van. Nagyon szeretek a fürdőkádban írni, csináltam ilyen hungarocel táblát, amire a billentyűzetet rá tudom tenni, és akkor beülök órákra a kádba, és ott írok, ugyanígy éjszaka az ágyban is, de van egy nyaralunk, egy telkünk, és van, hogy oda tök egyedül levonulok, és akkor ott nem rohangál a macska, mint most itt éppen, meg nem ér semmilyen behatás, ott teljesen el tudok vonulni a világtól, és nagyon egyszerűen lehet írni. Úgyhogy lényegében a három történetet szerintem egyenként olyan egy-másfél hónap alatt írtam meg. Ebben nagyon sok kutató munka is volt, ugye amikről az előbb beszéltem, hogy minden a helyén legyen. Összesen ez a trilógia, én azt gondolom, hogy egy ilyen
4 hónap alatt íródott meg, ugye az első rész az még 2016-ban vagy 2017-ben, és akkor utána pedig tavaly kb. Ilyenkor álltam neki a második meg a harmadik rész írásának. Egy érdekes adalék még, hogy ha itthon írok és ki akarom zárni a környezetemet, ahogy mondjuk a feleségem tévézik közben, vagy ahogy éppen, mint lehet, hogy halljátok, hogy épp leborított valamit a macska, fülhallgatón szoktam zenét hallgatni, és mindenképp semleges zenét akartam választani az íráshoz, ami nem tereli el a figyelmemet, viszont kizárja a külvilágot, és ahhoz képest, hogy country és rock and roll, rockabilly műfajok állnak hozzám közel, ez az írásnál a zene az abszolút Dire Straits. Tehát egy Best of Dire Straits album szokott a fülembe menni, nagyon kellemes, és tök jól tudok mellette koncentrálni az írásra. Amit még szoktak kérdezni, az, hogy benne vagyok-e én magam a történetben. Tudatosan nem. Abszolút nem éreztem azt az egós készletést, hogy én magamról írjak bármit is. De többen a barátaim meg az ismerőseim rávilágítottak, hogy azért a főhős Troynak a kezdeti stádiuma, ugye, ahol a srác nem csinált semmit, csak ült a kanapén és nyomkodta a videójátékokat, és kvázi teljesen életképtelen volt. Nem, ezért is érdekes a történet, hogy egy ilyen valakit bedobunk egy ilyen túlélő szituációban. Hát ez a videójátékos kanapén ülögetős dolog, ez azért ez egy jó hosszú időszakomat nekem is felölelte. Azt gondolom, hogy nagyjából túl vagyok rajta, tehát most elég sok mindennel foglalkozom, de azért mindig szakítok időt egy kis videójátékra. De azt gondolom, hogy egy ilyen szituációban azért megpróbálnám én is megállni a helyemet, ahol ami kívül esik a komfortzónámon. Végezetül még az a kérdés szokott elhangozni, mivel hogy ez a történet ez ebben a trilógiában lezárul, tehát abszolút a végére érünk, hogy tervezek-e folytatást neki. Hát az a helyzet, hogy nem hogy tervezek, de már a felét meg is írtam, de ez nem konkrétan egy folytatás lesz, hanem inkább egy ilyen mellékes spin-off könyv, ami novellákat fog tartalmazni. Az érdekesség az lesz, hogy hát szerintem egy ilyen 5-6 rövidebb novellából fog állni a könyv, és az az érdekesség, hogy minden egyes novella teljesen más stílusban íródik. A kicsit horrorisztikustól a sci-fin keresztül a egészen az ilyen régi noáros stílushoz is visszanyúlok, tehát nagyon változatosra akarom megcsinálni. Egy közös pont lesz, hogy valahol mindenképp kapcsolódni fog a Mocsár trilógiához. Tehát, hogyha mondjuk volt egy szereplő, aki a Mocsár trilógiában egy kisebb szerepet kapott, mondjuk egy pár oldal a szerepet, akkor arról most lehet, hogy készül egy saját történet. Hát azt hiszem, hogy most így hirtelen elmondtam mindent, amit akartam. Nézzétek majd a Vic Flames Facebookos oldalt, mert holnap nagy valószínűséggel este felé akkor bemutatom nektek Gertrudot, akiről olvastam fel ezt a fejezetet. És utána pedig vasárnap a Halloween-i kiadás következik. Én még egyszer köszönöm a Little Fox kiadónak, hogy teret adott ennek a könyvnek.
a wigflames.com oldalon meg tudjátok rendelni, vagy a könyvesboltokban megvásárolni. Hát azt hiszem, hogy egyelőre ennyi. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mindenkinek további szép estét kívánok. Sziasztok!